1944. június 15-e, szomorú dátum a dunaszerdahelyi zsidóság életében, ugyanis a helyi zsidók döntő többségét koncentrációs táborokba hurcolták el, ahol nagy részük életét vesztette. A holokauszt emlékműnél többen mécses gyújtottak az áldozatok emlékére. A zsidóság tragédiáját beszédében felidézte Bukovszky László, a szlovák kormány kisebbségi kormánybiztosa, és Kis Balázs Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének tanácsosa is. Konfel Tibor, a helyi zsidó hitközség vezetője hangsúlyozta, a leszármazottaknak emlékezni kell és megakadályozni a történelmi tények elferdítését. Ez a város nagyon toleráns, Dunaszerdahely mindig is az volt. Közép-Európa egyetlen város, ahol többségbe éltek a zsidók, és nagyon jó szomszédi viszony volt az egész városban. Ma már vagyunk egy néhányon, ez már a múlté, amiről beszélek, de viszont, hogy mi volt itt Dunaszerdahelyről, tudni kell és beszélni kell. Várj, madár, várj, te csak mindig várj. A megemlékezésnek többek között izraeli és magyarországi résztvevői is voltak. A szörnyű tragédia Fleischmann Novák Mária családját is érintette, aki a történésekkel az unokáit is megismertette. Anyukámot elhurcolták Dunaszerdahelyről, már terhes volt, édesapámmal együtt, és hát ami nagyon-nagyon szomorú, édesapám nem jött vissza. Elhurcolták őt Oszvécsimba, és aztán több koncentrációs táborba volt végén, Németországba hurcolták el, ahol Kaufering mellett, az egy kisváros, Münchentől nem messze, egy táborba születtem. A megemlékezés után idén is lehetőség nyílt arra, hogy a világban szétszóródott dunaszerdahelyi zsidók és utódaik találkozzanak egymással, valamint a helyiekkel.